Na szóval sziasztok, üdvözlöm mindenkit egy újabb videóban. Ismét hoztam nektek egy szerdai frissítést, amiben rengeteg dolog érkezett, és hát valahol ott az erdőben léptem ki, és ide teremtem, mivel elvileg valami szörny elkergetett. Még be se léptem a játékba, de már valami elkergetett. Ez egy jó hír. Minden bizonyára. Úgyhogy elolvastam nagyjából jólag a frissítési jegyzeteket, és rengeteg dolog történt, látom van lótrágya, tisztára valóság. Minden esetre a mai küldetést itt Lisannál tudjuk elkezdeni, de jó, hogy itt vagy, hát tudom, néhány nagyszerű tevékenységgel készültünk, hogy mindenki megtapasztalassa, milyen a vadnyugati élet, ó jaj. Érezd jól magad, hát én mindig jól érzem magam. Lisa majd körbevezet. Biztos láttam már izgalmasabb dolgokat életedben, mint egy munkafali újság. Hát minden nap eljön, az biztos lesz számodra néhány feladat. Jó, oké, köszönöm szépen. Tehát ez szerintem ugyanúgy működik, mint régebben a Diapata Farmon. Magabiztos lépések, kancés csikója körül, el kellene egy kis segítség. Jó, akkor ezekre még majd rátérünk, én azt mondom. Egyedülre nézzük meg, hogy itt még mit tudnak nekünk mondani. Köszönöm, hogy eljöttél, próbáltál már állatokat terelni? Az állatterelés munkás feladat, annyit tenni valót, hogy irányítsd, merre mennek az állatok. Okosak ám, nem lesz nehéz dolga velük. Lássuk, hogy boldogulsz. Próbáld meg eljutatni a fehér zászlótól a pirosig. És ott megfigyeltek, ott már vannak kis ikonok, egészen az aranyrögöktől, a szörnyriasztókon át, a vadnyugati csalétkekig, illetve a renegált kulcsokig. Ejhó, úgy tűnik, azok a labak elég csökönyösek. Jó, tehát most már egyébként bekerül a játékba a ló terelés is, ami egyébként nem kifejezetten terelés, inkább csalogatás, de hát ez van, most pedig elmagyarázom, hogyan működnek a csalétkák. Ha megjelent ez a incsiklandó fű és virágcsomóval, még a legcsökönyösebb ló is kezes bárénye változik és követ téged bárhová. Tehát konkrétan majdnem olyasmi, mint a csikó terelés. Miből van kettő póló? Na, gyere! És te is gyere! Illetve egyébként a Starshine-farm körül történtek kisebb-nagyobb változások, például ott is láthattak egyet, illetve itt is, úgyhogy ezeket nyugodtan keresgessétek, hiszen eléggé sok lehet. Hát nem nagyszerű sikerült, de csodálatos, remekül érzem most már így magam. Egyszerűen elég képesztő, hogy milyen jól érzem magam, hogy sikerült ez a borzasztóan nehéz feladat. Jaj. Na, mit mondtok még nekem? Geri Goltút és az arany. Néhány étre Geri Goltút is csatlakozik hozzánk. Kézműves árukat lehetne levásárolni. Szeretnél találkozni vele? Nem. Van más választásom? Nincs. Itt van egy ugrás, rany, gyere nézzünk be hozzá. Hol az az ugrás, ja? Ott lent. Hello, örülök, hogy csatlakozol hozzánk. Hát még én. Ha érdekel a bányászat, megtanítatlak, hogyan találsz aranyat. Látod ezt az aranytellért? Menj és próbáld kibányászni. Nagyon egyszerű, ha jól időzíted az ütésed, az arany szépen kijön. Végezz egy sor megfelelő ütést, hogy a lehető legtöbb aranyat termelt ki. Aztán te dál gyűjtsd a kincset, ha errefelé dobogolgatsz arra. Jó, tehát kb. Ugyanaz... Hát, ma is találtam barátokat, az a lényeg. Tehát kb. Ugyanaz, mint amit itt most a... És XP-t ad a lónak? Ó! Oh. Tehát kb. Ugyanaz, mint múlt héten is volt a szivárvány vadászat. Cserébe még XP-t is kapunk, ami azért egészen jó. Mit gondolsz, szeretnél te is beszélni az aranybizniszbe? Hogyne. Mit tudok nálad venni? Tudok nála kulcsot venni. Szörnyriasztót, illetve terelő csal étket. Ezt ilyen nagyon szépen kell kimondani.
Napi aranybeváltás zsetonra. Jó, akkor a megszerzett aranyat pedig be tudjuk váltani nyári zsetonra, amit gondolom, hogy itt tudunk felhasználni. Nem, ez pénzes. Meg is van, itt tudjuk felhasználni a tengerparti zsetonoknál. Ja, hát tényleg még olyanunk is van, illetve szerintem még itt is van ilyen western fesztiválos kis valami. Bűzölök a lovam? De nem kéne belelépni a gannéba? Hm, jó van. És van egy nagyon szép szettünk. Na jól van, hát akkor most már farmolni kell, úgy látom a dolgokat. Viszont még itt Lisa, meg a gyerek, akinek nem jut eszembe a neve, Josh, az mondani akar valamit. Megmutatok neked néhány helyet, ahová benézhetsz, amikor éppen nincsen semmi dolgod. Ki mondta, hogy nincsen semmi dolgom? Én ilyen elfoglalt ember vagyok. Ezek itt az üzletek, hát ha nem mondod, akkor rán se jövök. Élveztem a kis sétát, nagyon tartalmas volt. Na, Josh, mit akarsz? Szeretném bemutatni neked a bikánkat. Van bikánk? Látod ott azt a kalapot? Vissza tudnád szerezni nekem? Nem. Ne haragudjál meg, te vagy a férfi, menjél, érted? Nem. Van egy csákányú, és nem félek használni, csak mondom. Jó. Végül is ez is egy megoldás. De visszaszereztem a kalapját, csak nem jutottam ki egyben, de hát az már mellékes. Jó, hát na, fejbe rúgott, gondolom. De én vissza akarok menni. Hol a bika? Adjad vissza a bikámat. Veszélyes volt, igazi fene gyerek vagy, ne is mondd. Sőtszpörc alatt felökelhet téged a lavaddal együtt. Nem számítottam rá, csak így fogod magad, és te mindig megteszed, amire kérnek. Hát, eredetileg nem. Nem kell engem kérni. Hogyha? Na várjál, ez nem ér! Hello! Segítség! Van egy bikám! Jó. Ez is egy megoldás, hogy átjön a kerítésen. Kicsit meglepődtem. Minden esetre szerencséd van, mert itt tökéletes megoldás. Mi van? Tudod, mi ez a szörnyű riasztó? Nem, de mindjárt megmondod. Hol vagy, Juli? Megriasztózlak. És látjátok, el is szumlimált. Látom, kezdesz hozzászokni a gazdi élethez. Itt lobogoltam a fal körül, amikor rábukkantam erre a kulcsra. Azt hiszem, azokhoz a lármás kölykökhöz lehet közel, akik renegátoknak nevezték el magukat. Nem, mint a sok baj lenne velük, de azért jobb, ha rajtuk tartjuk a szemünket. Ja, ne haragudj, Josh, de mintha elejtetted volna a száradat. Mert én nem adhatok semmit, miközben egy csákányt vágok a lovam nyakába, de hogy... Ja, jó, felszedted. Akkor nem mondok semmit. Ó, szervusz, valamit elvesztettem. Jó, majd szólok, ha megtaláltam, amit elvesztettél. Itt kellene körülnéznünk. Isten áldjon meg, komolyan mondom, hogy mindennel tele vagyok. Jó, én körülnézek. Ott egy láda, hol? Úgy tűnik, hogy renegét kérünk, most nincs. Nét viszont azzal farga sem együtt a bajunk. Ja, jó. Persze, küldj be engem. Végül is elvileg csak egy tini lány vagyok a történetben, szóval semmi baj nem lehet, hogyha oda megyek egy farkashoz. Jó napot. Esetleg... ha nem baj, én itt csak... Jó, oké, nyugodjál le, nincs semmi baj.
Még ebből van egy pluszom. Igen, szeretem. Mi nincs rajtad, ami rajtad lehetne? Na jó van, akkor ezt kikukázzuk. Szép munka! És most ezért kellett kikukáznom szinte mindenemet? Az a játék engem próbál meggyötörni. Nem csodás! De... Josh, már megint a szárak. Jó. Gyere, maradj itt, vagy nem tudom. Éj boldogam. Josh, az Isten áldjon meg, gyere már! Ha meddig várjak még rád? Épségben visszatértünk. Hát. Miután engem oda küldtél, igen? Érezd jól magad a barátaid, de ki mondta, hogy vannak barátaid? Miért feltételezi léneket? Miért rágalmazol? Na, minden esetre egyébként itt a relatív tutorial részen túl vagyunk, úgyhogy megnézzük, hogy ez a kis feladattábla mit tud. Magabiztos lépés, ugye ezt elolvastuk, kanca és csikója körül kellene segíteni. Vigyelj kötelet a Jorvik járőröknek, ez is aránylag magától értetődő, figyelj hova lépsz, ne is mondd. Segítene valaki ezzel a tárgyhelyzettel? Én mindenkinek segítek mindig. Ja, hogy ide rá kell kattintani. Jó, elfogadtam. Szóval, kellene egyszer ide menni kötélért. Ha nem mennék neki minden második fának, akkor le kéne menni ide a fej nélküli lovashoz, segíteni a csikóval. Készen, hogy segítsük, ki csináljuk? Mi lenne a lépésben, ha lennél körbe-körbe a karámban, hogy a csikó? Utána szorszor a mozgásodat. De erre van jó anyát, hogy megtanítsa. Még ne haragudj, de szerintem nem jól utánzol. Jól vagy? Hívják egy esetleges állatorvost, vagy valamit? Papot? Démonőzőt? Bármit? Jó, csinálj csak, nyugodtan. Én nem szeretnék megzavarni. Valamiben is. Úgy élvezem én a strandot. És még Bambi is kapható. Fú. Jó, túl vagyunk ezen is. Nézd, milyen szépen jár. Erről nyithatnánk vitát, de nem fogunk. És akkor van egy olyanunk, hogy kell a küldetésnapló. Menj már innen. Van a küldetésnapló? Küldetésnapló? Megvan. Mert ha nem laggolnék. Figyelj, hová lépsz. Keresd meg az eltűnt lapátot valahol a Starshine Farmon. Jó, akkor mindjárt elmegyünk lapátot is keresni valahol a Starshine Farmon. Ott egy csirke. Egyébként annyi, hogy ezeket a ládákat minden nap 5 darabot találtok belőle, hogyha jól emlékszek rá. Hagyjatok engem békén, légy szíves, köszönöm. Ó, arany. Tehát minden nap 5 darabot találtok belőle, és ha nem akarnak megenni a farkasok, de meg akarnak, szerintem meg is fognak. Elnézést, de nem hagynátok engem békén, tehát nem éreznétek jól magatokat, hogyha nem mellettem futkarásznátok? Menj már innen. Fúj. Rossz cica. Na, tehát hol is tartottam? Tehát itt találtok 5 ládát. És hogyha megtaláltatok egy ládát, az a láda az nyitva fog maradni. És következő nap újra spawnol. Tehát újra itt lesz. És nem itt lesz, hanem teljesen máshol. Viszont mindenkinek ugyanott vannak a ládák.
Tehát tudjátok egymást segíteni, és hogyha egy barátotok megtalálta mondjuk, mit tudom én, ezen a farönkön, akkor nektek is ott lesz azon a farönkön. Ugye a ládához pedig az kell, hogy legyen egy kulcsotok, hogy kinyissátok, de hát azt már láthattátok, hogy Gerinél tudjátok megvenni aranyért. Na. Hello, elhoztad a kötelet, nagyon szívesen, örültem, hogy segítettem, és itt most kaptunk is egy ingyé kulcsot. Úgyhogy megyünk is, kinyis nyitjuk azt a ládát, hogy mi van benne. Mondjuk már ugye láttuk, és remélem, hogy nem kell még több dolgot kidobni, mert az baj lesz. De minó, álljál már meg, ha én mondom. Nincs elég helyem már megint. Jó, akkor kidobjuk ezt. Jó, akkor kidobjuk most ezt. Jó. Tehát akkor, hogyha így kalandoztok, akkor tudtok szerezni ilyen-olyan dolgokat. Sőt, ugyan látom, hogy sprayk is vannak lent a földön. Úgyhogy azt is tudtok bőven találni, ha minden igaz. Sőt, lehet, hogy még szerintem lócsemegét is tudtok találni. Ó, már csak te kellettél nekem ide. Na, ez meg a másik. Jó, van, te meg ne hangoskodja itt a fülembe, mert nyakon ütlek. Meggyőzted a renegádokat. Nézzük csak, itt lehetnek személyim. Hogy mi mit keresünk itt? Az a kérdés, te mit keresel itt? Figyelj, te nagyon eltévedtél. Epon az nagyon messze van. Megpróbálkozunk a vadnyugati táborral, de túl puccos volt nekünk. Erre nem mondok semmit. Ez a kemény szabadtéri élet sokkal kielégítőbb, az... Aha, igen, mondjad, aha, igen. Igen, igen, aha, jó ember vagy, igen, aha. Jó, aha, jó. Oké. Örültem, hogy találkoztunk. Na. Hallod, menjen innen, mert fejbe rúglak. Ó-ó. Csak nem bír magával. Ne. Ja. Sic, menj innen. Fú, ez így rettenet idegesítő lesz egyébként. Nem mennél el innen? Rúgjalak nyakon. Na, sic. Úgy. Szóval most kéne keresnünk egy ásót. Hol lehet ásó? Egy Western nincsen bárhol. Látott valaki? Egy ásót? Figyelj! De, nem, de... Ne, ne csúszva, léci, de... Figyelj, nem. Jó, majd ezt holnap átveszük, hogy ne csúszszál jobbra vagy balra, jó? Na, na, legalább az ügetés, az megy neki. Ugye? Figyelj, csak állj meg egy helybe, jó? De, ne, ott egy szikla. Jó, mindegy, csinálj csak. Látott valaki egy ásót esetleg? Nem? Ásó? Ne, hagyd! Ásó? Nincs ásó. Méri? Hol a lapát? Ne haragudjatok, de hívjon már valaki egy lovászt, hát nem hiszem el. Lapát? Ahó, lapát. Nem látta valaki a lapátot? Hol az a lapát? 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 És honnan tudom, hogy hol van a lapát? Na, hát van egy rossz hírem a társaim lakóinak. Hát, marad ez a helyzet. Jó, és szerintem egyébként nagy részt mindent megmutattam, ami itt van és új. Ha nem, akkor sajnálom. Továbbá a frissítésbe bejött nekünk az, hogy kaptunk új lóállatokat. Méghozzá kaptunk két új
apalúzát, az egyik ez a fehér kis kevés foltos, a másik pedig ez a fekete takarós. Szépek, szépek, következő videóban megvesszük. Illetve jött még egy délpatára, úgyhogy elmegyünk, hogy hívják, kalószállítóval. Nagyon remélem, hogy nem a remetéhez kellett menni, mert ha a remetéhez kellett menni, akkor mérges leszek. A remetéhez kellett menni. Hello, jöttem az új lovakért. És azt hiszem, hogy ők ketten az új lovak. Ő biztos, illetve ő is. Mert Westbonyból nincs meg az összes. De talán még a fehér is. Megvolt ebben nekem az összes? Nem volt meg szerintem, nem. Mert a fekete sincs meg. Úgyhogy ez a kettő jött. Illetve a következő ló, nem az a kettő jött, akkor a szürkét, meg az? Nem tudom, mindegy, a lényeg az, hogy kettő jött. Majd... Illetve a következő ló, három belga melegvérű jött be még a játékba. Tehát ezt a három belga melegvérűt egyébként a Silverglade birtokon találjátok meg. Az egyik az ő, a másik az ő, illetve ő van még. Úgyhogy nagy részben ennyi történt ebben a frissítésben. Továbbá, mindenki, tényleg mindenki, az is, aki most regisztrál, stb., mindenki kapott ezen a héten plusz egy karakter változtatási lehetőséget. Ez azért van, mert történtek bugok a játékban, és most mindenki ingyenesen ki tudja javítani. Ha nem használod fel ezen a héten, akkor ne aggódj, nem fog elveszni ez a lehetőséged. Bármeddig tudod tartani. Tehát én azt javaslom, hogy ezzel a lehetőséggel várjatok, amíg kijönnek az új karakter test alkatok, hiszen akkor nem kell rájuk extrán fizetni. Illetve még a Lifetime játékosoknak Morlandra az üzletbe érkezett egy új item, amit el is szaladunk és meg is nézzük, és szerintem el is köszönök tőletek, hiszen hiába kaptunk sok mindent, valahogy egyszerűen nem tudom most úgy bemutatni, nem tudom, lehet, hogy az, hogy fáj mindenem, fogalmam sincs, de valahogyan szerintem most nem vagyok szórakoztató. Tehát itt a boltban tudtok egy új invédőt beszerezni, illetve úgy látom, hogy nem vettem észre, amikor kijött egy új nyeregalátét. Na. Viszont akkor nagy részben meg is vagyunk mindennel, illetve ami még van. Van egy úgynevezett különleges, illetve hát ritka napi küldetés. Ezeket a napi küldetéseket hétköznap hajnali 2-ig random időpontban tudjátok megtalálni a Sternsheim-fan környékén. A random küldetés az olyan, mint amit én is találtam, hogy elvesztett egy tárgyat, és hogy azt kell neki visszavinni. Ebből napi egy lehet, és hétvégén hajnali 3-ig tudjátok ezeket megkeresni. Tehát egészen addig fölbukkanhatnak. Viszont most, hogy ezzel megvagyunk, letudtunk mindent egyébként. Jövő héten érkezik a fotószerzés, hogyha megnéztétek az SSU-nak az előzetesét Instagramon, illetve Facebookon, akkor észrevettétek, hogy hogy fog kinézni a rendszer. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz, illetve jövő héten is ugyanúgy kapunk kisebb-nagyobb kiegészítő küldetéseket. Addig is kíváncsian várom, hogy nektek hogy tetszik ez a szerdai frissítés, szerintetek jó volt-e? Szerintem a csákány volt benne az egészben a legjobb, úgy élvezem. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a legközelebben találkozunk, addig is, sziasztok!